A mai átalakítósóban négy ember életét vesszük górcső alá. Mindannyian más problémákkal jöttek. Foglalkoztat a környezettudatosság? Nem. Meg kell mentenünk a klímát, a sarkvidéket, csökkentenünk kell a széndioxid kibocsátást, meg kell szabadulnunk az olajfüggőségtől. Természetes anyagokat szeretnénk használni. Szívesen spórolnék. Hogyan legyünk környezettudatosak? Gyorsan! Télen sokszor kiszárad a bőröm, és nem szeretnék mesterséges anyagokat magamra kenni. Akkor készíts krémet saját magad. Nem bonyolult az? Nem pofon egyszerű, de azért menni fog. Először is végy egy jó olívaolajat. Az pont van itthon. Szuper! Akkor kell még egy kis méliasz, meg aloe vera, meg lanolin, meg illóolaj. Na jó, figyelj! A gatyám is rámegy a mosóporokra. És őszintén szólva, nem tűnnek túl intelligensnek azok a részecskék. Próbáltad már a mosószódát vagy a mosószappant? Mosószappant! Na, hogy tetszik? Mos. Nem rossz. Azt hiszem, jó. És hol lehet ilyet venni? Az ökoszolgálatnál a Zöld Zugban. A parlament szomszédságában megveheted személyesen, vagy online a webboltban. És ott ilyen méviasz ízét is lehet kapni? Igen, sőt, tégelyeket az elkészített krémekhez és sok minden mást, például inspirációkat. Jelentkezhetsz ökoháztartás tréningre, ahol praktikus tudást kapsz kozmetikumokról, tisztítószerekről, vízről, energiáról. És ez a méviasz ízé, ez mire kell? Tenni akarok a környezetemért, a világ megmentéséért. Meg akarom akadályozni a közelgő környezeti katasztrófát. Felismertem, hogy csökkentenem kell széndioxid kibocsátásomat, a fosszilis energiahordozóktól való függőségemet. Nem azért szigetelem le a nyilázáróimat, mert pénzspórolhatok meg a fűtésem, vagy kevésbé akarok fázni télen. Ezek nekem nem fontosak. Én a jeges medvékért, az esőerdőkért és a bánáti bazsarózsáért szeretnék tenni. Értem. Segíthetek valamit? Segíteni? Csak figyelj és tanulj! Valami baj van? Semmi, csak pihentetni kell a gépet. Hadd mutassam egy gyönyörű segítőmet, Gyulát! Tessék! Semmi baj, csak két ember kell hozzá. Segítek! Gyere ide! Fogd a lapot! Az ökoszolgálatnál kibérelheted a gépet, vásárolhat szigetelőanyagot, és bármi kérdésed van, segíteni fogunk. És nekem mit tanácsolsz? Mint szeretnél változtatni? Semmi. Hát, az úgy nehéz. De mondjuk vásárolhatnál piacon. Szabad piacon? Termelői piacon. Közvetlenül a termelőtől. Ha kikerülöd a kereskedelmi láncokat, akkor frissebben és jobb minőségben jutsz hozzá a kajához,
és ezzel segíted a termelőket, mert több pénzt kapnak tőled így, mintha felvásárlóknak adnák el a terményeiket. Aha, piac. Esetleg próbáld meg. Menjen piacra, akinek két anyja van. Az ökoszolgálat kitűnőre vizsgázott az átalakítósóban. Három remek új megoldás, három elégedett ember, és egy, akinek így is jó. Akinek két anyja van, mi? Tanácsokért, termékekért és segítségért keresétek az ökoszolgálatot. Ha pedig tetszett a film, akkor lájkoljátok az Ökok Facebook oldalát.